Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvég legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Gosztonyi góljával verte a Vácot a kisvárdai futballcsapat. Együttműködési megállapodást kötöttek a Magyar Diáksport napján. 6 gólos vereséget szenvedtek az Értől a kisvárdai kézilabdázók. Felemás mérleggel kezdte a szezont a nyíregyházi kosársuli. 2 érmet szerzett Zágrábban Szentpáli Marcell. Nyíregyházán járt Hammer László a nemzet sportolója. Megszerezte 6. bajnoki győzelmét a Kisvárda Mastergood. Révész Attila együttese az NB2 11. fordulójában hazai pályán 1-0 verte a Vácot. Nagyon kellemetlen ellenfél volt a Vác. Nem véletlenül gyűjtött eddig ennyi pontot. Az első fél időben eldönthettük volna a mérkőzést, jól játszottunk, sok helyzetet kialakítottunk, sikerült is gólt szereznünk, sajnos nem tudtuk megfejelni. Ezzel szemben a másodikban visszább vettünk a tempóból, kényszerű csere miatt egy picit át is kellett alakítanunk a taktikánkat. Ebben a részben inkább a kontrára próbáltunk meg a játékunk súlyát kivinni, de nem tudtuk a lehetőségeinket tökéletesen végigvinni. Nagyon sokat kaptottak a támadóink. Gyorsan akartuk befejezni, sietettük a játékot, mind a Cseritom, mind a Szabó nagyon sok buta döntés hozott, és nem tudtuk a belsőket helyzetbe hozni. Az ellenfél pedig mezőnyben elkezdett passzolni, de hát én úgy éreztem, hogy helyzeteket nem tudnak kialakítani. Az ő labdaszerzésékben azért benne, vagy a labdavesztésékben benne volt a hiba. A mi labdaszerzésékből kellett volna többször pontosabban elmennünk. Én azt gondolom, hogy az ilyen győzelmeknek hatalmas értékük van, ezek az 1-0-ák nagyon sokat tudnak segíteni nekünk a végelszámolásnál, mert ez a csapat nagyon sok más konkurensünknek fog még kellemetlen perceket okozni, és fog pontokat rabolni, mint a mostani eredmények is mutatják, ezek az 1-0-ák, ezek nagyon gyakran előforduló eredmények. Én azt gondolom, hogy legfontosabb a 3 pont megszerzése, ez volt az élet megtörtént, és én gratulálok is már a játékosoknak. Többször említetted, hogy nincs kötelező elvárási csapattal szemben már, ami mondjuk az első 2 hely valamelyikét a feljutást illeti, de azért azt talán látszik, hogy ez a csapat nagyon tud futballi sziporkázni is, de az ilyen meccseken azért az a cél, hogy megőrizze a győzelmet, tehát egy picit azért mégis van nyomás, gondolom, a játékosokon. Ez így van. A győzelmi kényszer. Tehát nem a végső pozíciónak a megszerzésé harcolunk, hanem minden meccsen a győzelemért. Ez nagy különbség. Természetesen mindig nem sikerülhet, de ezeket a győzelmeket mind a szurkolók, mind a vezetők, mind a játékosok magukkal szemben elvárják, és ez okoz nekünk egy pici problémát, de meg tudjuk oldani. Most azt gondolom, hogy látszott, korábban voltak nehézségeink ilyen meccseken. Most azért másabb, tehát érezni lehet, hogy egy gólt azért be fogunk valahogy gyömöszölni, megvan a tudásbeli különbség, megvan az egyéni képesség ahhoz, hogy gólt szerezünk, és azt követően, hogy a másik fél időben nem biztos, hogy a nézőknek az igényei szerint játszunk, hogy szórjuk meg az ellenfelet, ez nem olyan egyszerű ebbe az NB2-be. Az egy másik kérdés. Valóban ez a fajta eredménykényszer egy pici görcsösséget eredményez, ebből kifolyólag több a pontatlanság is, kevesebb a kockázat a játékunkban, de a stabilitás, amely az elmúlt 4 meccsen mutatja, 4 gólt kaptunk, az azért megvan, és ez a legfontosabb most a mi pillanatnyi helyzetünkben. Kikapni sosem jó, de talán a vereségek közül az 1-0-as vereség a legbosszantóbb. Milyen hiányérzet van benned a meccs után? Nincs hiányérzet. Amit megbeszéltünk, ami a problémám elsődlegesen az, hogy az első fél időben olyan hibákat csináltunk, amit egész héten beszéltünk, tehát hogy a széleket próbálják bontani, oda próbálnak egy 3-2-est kijátszani, és onnan beadásokat befejezni. Ugye ez az első 20 percben teljesen ült, tehát végigvitték az akciókat, jöttek a szélről a beadások. Megértem, tehát nem tudok haragudni, egy 18 éves kisfiú játszik nálunk, aki nagyon becsületesen és jól dolgozik, és úgy gondolom, hogy idáig nagyon jól is játszott. Hát most találkozott egy válogatottal, tehát körülbelül így néz ki az arány. Egy 18 éves váci játékos találkozott a Kisvárda válogatott labdarúgójával, a Gosztonyival. De úgy gondolom, hogy nem volt probléma. Kicsit bátortalanul kezdtük el a mérkőzést, ez biztos, hogy közre játszik az, hogy több helyen kellett változtatni, ugye, mert nagyon sokkal sérültünk, eltiltott betegünk, ugye 7 játékos nem áll a rendelkezésemre, jelen pillanatban is ide 14-en érkeztünk. Úgy gondolom, hogy a szünetben sikerült rendezni a fejeket. Megvoltak. Egy kicsit, én úgy is érzem, hogy átvettük az irányítást, tehát bátrabban játszottunk, elég jól csináltunk dolgokat, utolsó passzoknál sokat hibáztunk, ez benne van, de felmertük vállalni a játékot, és büszke vagyok rájuk. Én úgy gondolom, hogy volt 2 nagyon nagy helyzetünk, 2-szer kapusra szembe, egyiket mellé, másikat a kapus bravúrral védte.
én ugyanolyan úgy szerettem és büszke vagyok a srácaimra. Tehát azért Kisvárdán 1-0-ra kikapni, úgyhogy azért a második félben úgy gondolom, hogy sokat tettünk a győzelemért, vagy legalábbis az egyenlítésért, ez mindent elmond. Gratulálunk a győztes gólhoz, gondolom egy új csapatban egy játékosnak mindig egy pici megnyugvása megszerezte az első találatot, főleg ha az 3 pontot ér. Már az előző fordulóban is a Csákvár ellen közel álltam, az a sajnos ott kapufát fejeltem. Most meg ugye már sikerült végre betalálnom, ugye ez volt a harmadik meccsem kezdőként. Azt gondolom, hogy tényleg ez egy könnyebb beilleszkedést, hogy mondjam, hogy segít a csapatba, amivel szerintem azt gondolom, hogy eddig nem volt gond, de tényleg a játékos lelkének ez jött, ez, tehát örülök neki. Tehát ez nem az én, ez a csapatnak a gólja volt, én úgy gondolom, hogy ez egy 0-ra lehozni egy mérkőzést, ez mindig nagy szó. Örülök, hogy az én gólommal, de a srácok is nagyon sokat küzdöttek ezért a győzelemért. Említetted a beilleszkedést, játszottál Magyarországon több csapatban, most Lengyelországból tértél haza. Hogy látod, mi ez a kisvárdai közösség? Azt gondolom, hogy egy nagyon jó közösségbe csöppentem bele. Én nagyon szerettem a kisvárosi csapatokba focizni. Igaz azt mondom, hogy ez most a harmadik ilyen csapatom, de én nagyon élvezem, szóval a párommal, a feleségemmel nagyon élvezik a várost, és a csapatra visszatérve pedig azt gondolom, hogy ez egy olyan csapat, ami most végre a tabellán is úgy gondolom a helyére került, és próbálunk ott maradni a végére. A forduló további eredményei a következők: Budaörs Nyíregyháza Spartakusz 1-0, Soroksár Siófok 6-1, Cegléd Grosics Akadémia 0-2, Békés Csaba Cigánd 1-0, Puskás Akadémia Zalaegerszeg 2-2, Sopron Csákvár 2-2, Szolnok Mosonmagyaróvár 0-4, Balmazújváros Dorog 2-1 és Kozár Miselyny Szeged 1-0. A tabella élén a 22 pontos Balmazújváros áll, megelőzve a 21 pontos Kisvárdát és a 20 pontos Nyíregyházát. A Kisvárda a következő fordulóban Zalaegerszegen lép pályára. Együttműködési megállapodás kötött a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, valamint Nyíregyháza Város Önkormányzata. A cél a megyében élő gyerekek fizikai aktivitásának és sportolási kedvének növelése. Sikerült egy olyan együttműködési megállapodást tető alá hoznunk, amely azt hiszem, hogy biztosítja nem csak a nyíregyházi diáksport életet, hanem a megyei diáksport életet is, illetve azoknak a feltételeit, hiszen valóban Nyíregyháza megyei jogú város az az önkormányzat, amelyre azt hiszem, hogy eddig is számíthattunk, és ezzel az együttműködési megállapodással pedig lényegében csak keretbe foglaltuk azt az eddig is együtt elvégzett munkát, amellyel igyekeztünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a diáksport életen segíteni, úgyhogy ez intézményekkel, infrastruktúrális háttér biztosításával, és természetesen a közös munkának lesz egy olyan eredménye is, hogy igyekszünk legtöbb eseményen együtt megjelenni, mi is népszerűsítjük a városi sportéletet, illetve a Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata is népszerűsíti a diák olimpiai rendezvényeket. Ez a mai nap a Magyar Diáksport napja. Mi a tapasztalat? Mennyire könnyű manapság rávenni a fiatalokat a mozgásra, a sportolásra? Én úgy gondolom, hogy egyre könnyebb, hál' Istennek, és ez természetesen sok összetevős dolog. Sok nagyban hozzájárul a mindennapos testnevelés, nagyban hozzájárul az, hogy valóban olyan fejlesztések valósulnak, illetve valósultak meg az elmúlt években, amelyek tényleg megkönnyítették azt, hogy könnyebben eljussanak a gyerekek ahhoz, azokhoz a sporteseményekhez, azokhoz a sportrendezvényekhez, amelyeket szeretnének kipróbálni, megvalósítani. Elég itt a Sport legyen a tiéd programot megemlíteni, ami a Magyar Diáksport Szövetség gondozásában valósul meg. Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, természetesen rengeteg még a feladat, de bízunk abban, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem az országban is egyre népszerűbb legyenek a sportolási lehetőségek. A diáksport a versenyről is szól. Az elmúlt tanévben egy ilyen 40 évet szereztek a megyei sportolók az országos döntőkben. Magasan van a lész, meg lehet ugrani ebben a tanévben? Hát a létszett valahogy mindig jó lenne megugrani, hiszen ez a sportnak a velejárója, hogy szeretnénk a teljesítményünkön meg az eredményeinken javítani. Bízunk benne, hogy meg tudjuk ugrani, céljaink megvannak előttünk, a feladataink adottak, és igyekszünk a lehető legjobbat kihozni magunkból. A következő elején egy olyan rendezvény lesz a megye székhelyén, ami nagyon régen nem volt, egy összevont diákolipi labdajáték döntő. Hogyan áll a szervezés? Igen, most már összeállt a költségvetése a rendezvénynek, úgyhogy azt hiszem, hogy most már elkezdhetünk azon is gondolkodni, hogy milyen humán erőforrást tudunk mi bevonni. Ebben szerencsére nagy segítségünkre van például a Kölcsei Gimnázium, akik legutóbbi rendezvényünkön is biztosítják az önkénteseket. Én úgy gondolom, hogy rendben lesz majd a rendezvény, nagy falat, de meg fogjuk oldani. Polgármester egy gyakorlatilag már létező együttműködés kapott most hivatalos kereteket. Milyen plusz tud nyújtani a város és a megye diáksportjának ez a ma aláírt megállapodás? Azt várjuk, hogy tovább fogja javítani ezt a nagyon hatékony együttműködést.
szeretném, ha ez közös programok szervezését jelenteni, akár országos diákolimpiai rendezvényeket, közös pályázatokat, egyéb források szerzésére, és hát emellett edzői, szakmai, továbbképzési programokat is, mindazokat, amivel segíteni tudjuk a diáksportot. 6 gólos vereséget szenvedett a kézilabda NB1 harmadik fordulójában a kisvárdai csapat. Kovács Péter együttese az Érttől kapott ki 28-22-re. Nekünk kicsit túl nagy falat volt még azért ebben a szakaszban. Főleg az első félben rengeteg hibát követtünk el. Tehát nagyon idegesen kézilabdáztunk, amire készültünk, azok igazából, tehát meglepetés nincs, mert ugye most már mindenki minden meccset tud látni, tud elemezni. Igazából nem volt, de ők precízebbek, gyorsabbak voltak, és mi, mondom, ami hibát el lehetett követni, mind védekezni, mind támadásba elkövettük. Másfél félre az meg már csak statisztika, amellett, hogy ugye az emberben azért van egy olyan jó, hát nem jó érzés, de egy jobb érzés, hogy végülis legalább a másik félidőt megnyertük, és hát azt hiszem, hogy tényleg küzdött a csapat. De nem szabad, tehát ha mi valójában oda szeretnénk kerülni, hogy Edina is említett a középmezőnybe, akkor ezeket a hibákat, amik hát sajnos a felkészülés óta megvannak, tehát a kezdettől megvannak, mind védekező, mind támadásba, azokat le kéne redukálnunk, és hát ezen dolgozunk, de ez nem megy egyik napról a másikra. Nagyon örülünk a győzelemnek, a csapatomnak. Fontos volt a 2 pont, hiszen azt gondolom, hogy a Kisvárda az deklaráltan oda szeretne tartozni, tehát a középmezőnyben otthon ez egy erős csapat, nem is bíztuk a véletlenre, hiszem egy nagyon-nagyon erősen kezdtünk, pontosan jól játszottak a játékosaink, utána több lehetőséget adtam azoknak, akik addig nem kaptak szerepet. Én azt gondolom, hogy továbbra is voltak jó momentumok a játékaimban, de hát az ellenfél az nagyon küzdött végig, úgyhogy ehhez gratulálok is nekik, és sikerült nekik azt a kevés gólt jó sokra felduzasztani. Én azt gondolom, hogy a 2 pont az egész mérkőzés alatt nem igazán forgott veszélyben lélt részére. Én azt hiszem, hogy alapvetően elégedett lehetek a csapatommal. A forduló további eredményei a következők: MTK Budapest Budaörs 30-30, Debrecen Győr 18-28, Vác Moson Magyaróvár 29-27, Siófok Albafehérvár 27-22, Dunajváros Békés Csaba 28-24 és Kispest Ferencváros 19-43. 3 forduló után a Győr, a Dunajváros és az Érd még 100%-os. A Kisvárda 2 ponttal a 9. helyen várja szombati Moson-Magyaróvári vendégjátékát. Felemás mérleggel zárta a szezonnyitó dupla fordulót a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese előbb 30 ponttal vert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csapatát, majd 2 pontos vereséget szenvedett Debrecenben. Azt tudtuk azért a játékos állomány alapján, hogy a nemzetvédelmi azért próbált a Vasasból játékosokat igazolni. Egyébként ők is voltak azok, akik meghatározták a csapat játékát. Na most ez a mérkőzés volt az, amit ugye előre úgy gondoltunk, hogy nem kell a kulcsjátékosoknak sokat játszani, és sok játék lehetőséget fogunk tudni adni a fiataloknak, ez meg is történt. Tehát például a 4. negyedet csak ők játszották végig, de a másik negyednek is az 5. percétől ők voltak a pályán. Tehát én úgy gondolom, hogy azért a játék lehetőség mindenki részére adott volt. Maga biztos volt, tehát egy percig nem fordult veszélybe az, hogy most ennek a mérkőzésnek más is lehet a végkifejlete, és inkább mondom, az volt a lényeg, hogy a kicsik milyen módon és hogy tudják fölvenni ennek a bajnokságnak a ritmusát. Ezen a mérkőzésen ez sikerült, tehát ezt a feladatot így jól megoldották. Különösebben én azt mondom, úgy gondolom, hogy lehet egy gyakorlati támadás, védekezés, minden. Ebben a mérkőzésben ennyi volt, nyertünk. Ez így kellett elkönyvelni, reméljük, hogy a következőkben ez a csapat továbbra is fognak majd gondot okozni. Debrecenben az elmúlt szezonban is nagyon meg kellett szenvedni a győzelemért, most 2 pontos debreceni siker született, milyen meccsen? Azt tudni kell, hogy ez a Debrecen évek óta ugyanez a játékos állománnyal játszik, tehát itt igazából nem is megy senki, maximum 1-2 utánpótláskorú játékost tesznek hozzá, vagy ugye akik betegségből, sérülésből jönnek össze, mint ahogy most a Fortin Blancát tették be a csapatba. Hát ugye ők évek óta egységesek, ugye ami nekünk eddig előnyünk volt, hogy ugye
Mi szinte ugyanaz a játékos anyaggal tudtunk éveken keresztül dolgozni, és azért az meglátszott a pályán nyújtott teljesítményen. Ugye azt már az előzőkben is megbeszéltük, ugye, hogy ugye mi felkészülésünk az nem volt zavartalan. Tehát itt ugye három játékos volt, aki a kis igazából végigcsinálta a felkészülést. Az ő teljesítményükkel igazán túl nagy gond és probléma nem is volt, talán annyi, hogy a dobó százalékuk nem úgy alakult, ahogy azt szerettük volna, de hát olyan nyomás alatt kellett dolgozniuk, és olyan szigorú őrizetet kaptak, hogy nekik nagyon nehéz volt az életük a pályán. Hát a többiek azok edzettek, amit edzettek, maximálisan látszott az, hogy ugye ők azért nincsenek olyan biztosak a pályán, hogy több hibával dolgoztunk, nehezebben vettük észre a helyzeteket. Ami helyzet volt az esetek, vagy nem mertük eldobni, vagy amikor eldobtuk, azok pontatlanok voltak. A kicsik azok például nem jól szálltak be a mérkőzésben. Tehát egyedül a Laura volt az, aki a védekezésével, tehát tényleg maximálisat nyújtott a pályán. A többieknek nem sikerült ugye a bemutatkozás a Debrecen ellen, ahogy az előző mérkőzésen a Közszolgálati Egyetem ellen. Nem tudtuk megoldani azt a rengeteg elzárásos játéknak a védését, amit a Debrecen próbált játszani, meg végül is játszott is. És ugye amikor elváltottunk, akkor bevitték a kis embereinket palánk alá, lényegesen magasabb voltak, tehát ugye minden poszton szinte egy fél magasabb játékosaik voltak. Ugye nekünk van két játékosunk, aki aránylag magasnak számít, az Orsi és a Vivien. Többiek azért egy ilyen átlag mezőnyjátékos ütnek meg, ők eleve már úgy jöttek föl, hogy három magassal, tehát itt már eleve ugye a Karunának egy fél magasabb játékos kellett fogni. Felőrölt bennünket mindenféle tekintetben. Az elején pontatlanok voltunk, nem tudtuk megoldani a védekezést, tök mindegy volt, hogy most azt a zóna védekezésre próbáltunk reagálni, kimaradtunk egész pályára, tehát megmondom őszintén, mindent megpróbáltunk. Az utolsó negyedet nyertük is aránylag magabiztosan, meg nagy pontkülönbséggel, de annyira sok minusszal mentünk bele a negyedik negyedbe, hogy ez megoldhatatlannak bizonyult most számunkra. Bízunk benne, hogy a későbbiekben ez jobban fog alakulni, bízunk benne, hogy a fiatalok azért egyre jobban fölveszik ezt a stílusú játékot, és fognak tudni alkalmazkodni ehhez a légkörhöz. Az utánpótlás meccsek valószínűleg ebben segíteni fognak nekik, mert ott olyan csapatok kellene játszunk, akik ugye az ország elitjéhez tartoznak, és nem tudok kezdve mondom, csak reménykedni lehet abba, hogy a kicsikkel kiegészülve ez már csak jobb lehet. Két éremmel tért haza a zágrábi nemzetközi tollaslabda versenyről Szentpáli Marcell, az NYVSZ sportolója egyénében első helyen végzett, párosban pedig bronzérmet szerzett. A csoportban nehéz volt, egy olasztól kikaptam, de egy horvátot megvettem, úgy jutottam ki, és utána egy szlovákkal és egy olaszsal játszottam. Nehéz volt a döntő, 3 szettbe tudtam megnyerni. Kaptál egy nagyon szép egyéni elismerést is, mi az pontosan? A U11 korosztály legjobb játékosa. Párosban 3. lettél, ki volt a partnered? Egy érdi kis fiú, akikkel utaztunk, Dulc Domos. Mit szeretsz ebben a sportágban? Szeretek mozogni benne, meg szeretem az ütős sportágakat. Épp, hogy elkezdődött a tanév, az egyik zelkes tollaslabdázó már is egy rangos nemzetközi versenye Zágrában, a párosban pedig 3. lett. Mit kell tudni Szentpáli Marcellről? Marcell 4 éve tollaslabdázik az NYSC-ben, Zelkben kezdte a pályafutását. Rendkívül szorgalmas és tudatosan készülő gyermekről van szó. Diákolimpiákon is már nagy sikereket ér el. Szerintem szép jövő áll előtte. Mi szükség ehhez a sportághoz? Ugye valamikor nagyon sok fiatal tollasozott, de azért a versenytollaslabda más, mint mikor a strandon ütögetnek. Milyen képességek kellnek ahhoz, hogy valaki jó tollaslabdázó lehessen? Alapvetően nagyon felgyorsult a sportág az utóbbi években. Mindenképpen atlétikus képességek, az alap atlétikus képességek szükségesek hozzá. Gyorsaság, gyors erő, állóképesség, ruganyosság, reakcióidő, tehát minden az a jó, hogy ez mind megvan. Mennyien tollasoznak egyébként itt az Zelkben, és milyen gyakorisággal, mennyit edzettek egy héten? Itt az Zelkben egy olyan 30-40 fő, úgy elsősökből mindig válogatunk. Hát a gyakoriság az lehetne több is, hétfőnként vagyunk a Zelkben, kedden a Kertvárosban, szerdán a Benczúrban, elég szanaszét vannak az edzések.
Hát igyekszünk még több edzési időpontot biztosítani, Marcelt is néha az apukáját hordja Hajdú Szoboszlóra, aki nagy segítségünkre vannak a szoboszlói edző. Az elmúlt tanévben is, meg előtte is szép sikereket értetek el a diákolimpiákon. Most kezdődött a tanév, most kezdődnek a versenyek. Mi a cél? A cél mindenképpen az, hogy Marcel U11-es korosztály. Jó lenne, ha Nationben beválogatnák. Ez már egy kis válogatott. Mindenképpen esélye van erre. És hát a korosztályában jó lenne országos versenyen. Hát nem mondom, hogy aranyérmesnek lenni, de legalább első háromban bekerülni. Nyíregyházán járt Hammel László, a nemzet sportolója. A sportlói olimpiai bajnokot természetesen először a sportág riói szerepléséről kérdeztük. A célkitűzés az 5-6 pont volt, egy érem, amit szerettünk volna, úgy, ahogy említette. Két pont jött össze, de viszont volt mellette nagyon értékes 10. helyünk, 12. két 10. helyünk volt, 12. 13. helyünk. Tehát 3-4 lövünk ott volt a mezőny első harmadában, és ami egy ilyen nagyon erős olimpiai mezőnynél azért nem elhanyagolható. De önmagában véve az, hogy 8 versenyzőnk volt kint, ez azért jelzi azt, hogy a lövészet ott van a magyar sportágok élvonalában, és ebben a pontszerző helyével is ugye a 7.-8. helyen ott volt a sportágok rangsorában. Egyébként milyen helyzetben van Magyarországon ez a sportág? Gondolok itt az infrastruktúrális háttérre, az anyagi helyzetre. Az anyagi helyzet az jobb most, mint volt évekkel megelőzően. Ugye a kiemelt sportág fejlesztési program keretében a 16 kiemelt sportág között van a sportlövészet is, és így a támogatásunk, anyagi támogatásunk az jóval erősebb, mint volt annak előtte. Ami megnyilvánul a beszerzésekben is, versenylátogatásokban is, versenyrendezésekben is. A lőtér helyzetet, tehát a létesítmény helyzetet tekintetében viszont sajnos még nagy előrelépés nem történt, most fog történni, mert ha minden igaz, ebben az évben átadják a nemzeti lőteret, ami a Fehéruti lőtéren a meglévő 25 méteres lőtér mellé épül egy döntőcsarnok, egy zárt döntőcsarnok, meg egy 30 főállásos puskapálya, és végre lesz egy olyan lőtér, ahol hát ugye az országos bajnokságot is meg lehet majd egy lőtéren Pesten rendezni, edzőtáborokat lehet csinálni, nemzetközi versenyeket lehet rendezni. Én megmondom őszintén, 60 évet vártam arra, hogy egy nemzeti lőtér felépüljön, de úgy néz ki, hogy ebben az évben ez megvalósul. De a kluboknak a lőtérhelyzete az nem rózsás. Hát elindul majd szintén ez a kiemelt sportágfejlesztési program keretén belül, próbálja majd a szövetség a egyes megyékben lévő lőterekkel fölvenni a kapcsolatot az ott dolgozó klubokkal, önkormányzatokkal, és együtt egy ilyen hármasban valamiféle hát lőtérrekonstrukciót létrehozni, mert nagyon-nagyon ráfér a lőterekre a felújítás. Évtizedekkel ezelőtt a fiatalok egy kalandfilm vagy kalandregény hatására kezdtek el lőni, most hogyan lehet becsábítani a fiatalokat a lőterekre? Hát egy-egy sikeres nemzetközi verseny vagy világverseny után akkor megnő a telefonálók, a sportlövő szövetségbe telefonálók száma, hogy van egy fiam, van egy lányom, stb. Ennyi idős, hol lehetne lőni, tanulni, vagy lejárni, lőni, és akkor adjuk a tanácsokat. De szintén a sportlövő szövetségnek feladata és célkitűzése az, hogy az utánpótlás korosztályt följebb hozza létszámban. Minőségben én azt mondom, hogy nagyon jó a minőség az utánpótlásunknak, inkább a létszámban kéne följebb fejlődni, és ezzel egy ilyen iskolába kijáró programot szerveznénk, egy tehetségkutató programot, lövészszakköröket, ami lövészszakkörökkel közelebb lehetne csalogatni légfegyverrel elsősorban először a gyerekeket a lövészethez, és aztán utána hát kezdenék a légfegyvert versenyszinten űzni, és utána a 22-essel lőni. Úgyhogy van erre is egy elképzelésünk, egy programunk. Hammel László, mikor fogott utoljára fegyvert a kezébe? Hú, nagyon régen. Mint öreg fiúk, néha rendeztünk ott fönt a utelőtéren, ilyen öreg fiúk, öreg lányok versenyt, és ott légpuskával lőttem egy 30 lövést, de ez már körülbelül 10 évvel ezelőtt volt utoljára.
Kisebbi sportpuskát pedig legutoljára Új-Zélandon, mert voltam kint 2,5 évig Új-Zélandon, ott egy lövészakadémiának a megszervezésében segítkeztem a Új-Zélandi Lövészszövetség meghívására, és ott hát ugye be kellett mutatni, hogy is van ez a fekvő testhelyzet, és ott lőttem egy kisebbi sportpuskával, de az pedig 97-ben volt, ugye az is nagyon rég volt. Egyébként világszerte mennyire népszerű a sportlövészet, említette Új-Zélandot, vannak fehér foltok? Hát nem, 151 tagországa van a Nemzetközi Sportlövő Szövetségnek. Több 10 millióban számolható a sportlövők, a hivatal sportlövőknek a száma. Európa a legerősebb ebben a tekintetben, eredmény és létszám tekintetében is. Hát ha csak azt veszük, hogy Németországban több mint 2 millió igazolt versenyző van, Svájcról nem is beszélve, tehát a lövészet szülőhazájáról, a sportlövészet szülőhazájáról. De Ázsia is nagyon fejlődik, hát Korea, Kína borzasztó erős és fejlődik, Amerikában is nagyon jó a lövészet, szélet Óceániába is, ugye Óceánia bajnokság, hát Ausztrália, Új-Zéland, hát ugyan több országot már nem nagyon tudok Óceániába említeni, akik a lövészettel ott foglalkoznának, de mind az 5 kontinensen művelik, Afrikában is, az egyiptomiak is jók lövészetben, tehát mind az 5 kontinensen művelik, és a létszám is igen tekintélyes, ami egy olimpiai részvételi létszámban is megnyilvánul, hiszen 390 kvótát osztanak ki a sportlövőknek, ami a létszám tekintetében is a sportágak élvonalában van, az össz olimpiai sportágat, és a 15 éremszerzési lehetőség is ott van az 1-10 között. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!